A program kezdetén Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. A nagyon fiatal korosztály és a szülők közösen vesznek részt ezen a rendezvényen. Időben el kell kezdeni azt a fajta nevelést és szemléletformálást, amely szükséges ahhoz, hogy megvédjünk bolygónkat. Ugye, nagy szavaknak tűnnek, de azt gondolom, hogy mindenki, aki bármit is hozzá tud tenni ahhoz a globális világ megváltozásához, itt, ami elsősorban a környezetünket és az éghajlatot érinti, az mind hozzájárul ahhoz, hogy a következő nemzedékeknek is legyen esélye egy szép, tiszta és egészséges bolygón élni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy visszafogjuk azokat a kártékony tevékenységeket, többek között például a gépjármű használatot is, amely ennek az ellenkezőjét, tehát azokat a negatív hatásokat hozza. Időben el kell kezdeni tehát, az a szemléletformálás, amelyet a szülőkkel közösen, az óvónők, óvodapedagógusok, az iskolában a pedagógusok végeznek, az nagyon fontos a felnövekvő generáció szempontjából. És ha már kerékpárt használnak, akkor ugye látjuk itt a mellettünk lévő pályán azt, hogy fontos, hogy a szabályokkal is tisztában legyenek a gyermekek, tisztában legyenek a szülők, hiszen ebben a korban mi közösen közlekednek, közösen mennek óvodába, közösen veszik igénybe a játszótereket, ahova mondjuk kerékpárral jutnak el. Tehát nagyon fontos az, hogy tisztában legyenek azokkal a KRESZ szabályokkal, amelyek rájuk vonatkoznak. Nyilván ebben a korban még valamennyi szabályt azért nem fogják tudni megtartani, vagy felismerni a gyermekek, de az a nevelés, ami az alapfokú szabályokat illeti, azt gondolom, hogy időben el kell, hogy kezdjék. Folyamatosan fejlesztjük azokat a kerékpárutakat, amely hozzájárulhat a minél nagyobb kerékpár használathoz. Nem csak építettünk, hanem felújítottunk azokon az utakon, amelyek menet közben készülnek, vagy kerülnek felújításra, ott próbáljuk a különböző kerékpár sávokat, kerékpáros lehetőségeket figyelembe venni, és talán egy picit szélesíteni, vagy felfesteni ezeket a kerékpárutakat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindaz, amit ennek érdekében teszünk, az nagyban hozzájárul. Parkolókat építünk, és hát ahogy látszik is ezen a rendezvényen is olyan szemléletformáló programokat, nem csak az óvoda, hanem például a hengeri program is hozzájárulhat mindehez az odafigyeléshez és a minél körültekintőbb kerékpáros használathoz, vagy a mobilitási héthez. Ahogyan az intézményvezető rámutatott, nagyon fontos, hogy már kiskorban is ismerjék a gyerekek a gyalogos közlekedés szabályait. A kijelölt gyalogos átkelőhely a járda biztonságos és rendeltetésszerű használatát. A mai nap folyamán, mint minden évben, megrendezésre került az Ügyeskedj a kerékpároddal intézményi rendezvényünk. Ezen alkalman az összes tagovodánk jelen van, és a kerékpáros gyermekek, akik természetesen már biztonsággal tudnak kerékpározni, illetve a szüleik akadálypályákon keresztül betélkednek egymással. Mire hívja fel a rendezvény a figyelmet? A rendezvény a szabályos közlekedésre, a közlekedési szabályoknak a betartására, illetve a rendezvényen alkalom nyílik arra, hogy ezeket a gyermekek gyakorolják. A délután folyamán az óvisok akadálypályákon mentek végig, szlalomoztak, megismerkedtek egyes közlekedési táblák jelentésével. Ez azért is lényeges, mert mindez nem csak játék a gyermekek számára, hanem segíti őket a mozgás fejlődésben, valamint a figyelmük fejlesztésében is.